Teljes félretájékoztatás és álhírgyártás történik a kecskeméti Mercedes-Benz tevékenységével kapcsolatosan. Írja a Gászemerényi Pataki Klaudia polgármester Koppin Gritta napi rendelőtti felszólalására. A Mercedes-Benz gyár nem tervez befektetést akkumulátorszellákat gyártó üzembe Kecskeméten. Költségvetési támogatásokról döntött a közgyűlés. A hamarosan elkészülő Széchenyi István közösségi ház működésére és eszközbeszerzésére is adott támogatást az önkormányzat. János Istvánt választotta meg sportügyekért felelős tanácsnoknak a képviselőtestület a mai közgyűlésen. Az önkormányzati képviselő felügyeli mostantól a város sporttal, valamint sportszervezetekkel való kapcsolattartással összefüggő feladatainak ellátását. Befejeződött a Kecskeméti Nemzeti Színház felújításának tervezési folyamata. Mindez lehetőséget teremt arra, hogy források esetén azonnal be lehessen adni a pályázatot az épület és környezetének teljes rekonstrukciójára. Az ország 8 iskolájából 15-en vesznek részt a Környezetvédelmi Országos Szakmai Tanulmányi Verseny döntőjén 2 napon át a Kocsispál Mezőgazdaság és Környezetvédelmi Technikum és Szakképző Iskolában.